Az észak-alföldi régióban a kis súlyú koraszülöttek aránya az elmúlt években lényegesen magasabb volt, mint az országos átlag. A Debrecen és Nyíregyházi koraszülött intenzív centrumok a betegforgalmi adatok alapján az ország legnagyobb központjai közé tartoznak. A koraszülött babák egy része hosszú távú ellátásra, fejlesztésre szorul. Ugyanakkor a szülők is gyakran magukra maradnak nehéz helyzetükben. A csecsemőkön és családjaikon próbál segíteni az újszülöttjeinkért, koraszülöttjeinkért alapítvány tavaly indult mentorprogramja. Erre mindig szükség lett volna, a szülőkben mindig megvoltak ezek a kérdések, mindig megvolt a bizonytalanság, amikor hazakerültek, sok mindenki ad nekik tanácsot, nem tudják, hogy melyiket fogadják el. Tehát a mentorháznak ez lenne a lényege, hogy amikor ő, és a mentorálásnak a lényege, hogy amikor hazakerülnek, a saját védőnői, saját házi orvosán kívül legyen egy személy, egy közösség, egy háló, egy mentorháló, akihez ő fordulhat, és a nehézségekben segít neki eligazodni, tehát mellette leszünk. Egykori koraszülött gyerekek kórusa énekelt szombaton Nyíregyházán. A Szent Miklós Görög Katolikus Általános Iskolában indult útjára a helyi mentorprogram, ahol előadásokkal és fejlesztő programokkal várták a családokat. A hálózat központjai Debrecenben, Szolnokon és Nyíregyházán vannak. 2017 őszén elsősorban Debrecen volt a projekt események fő helyszíne, most a Szabolcsi megye székhely válik a koraszülöttek mentorálásának régiós központjává. A nyíregyházi mentorházat szombaton áldották meg. Ezentúl a Bátori utcában várják a koraszülött babákat és családjaikat, ahol zenebölcsi, énekkar, érzékenyítő játékok és baba-mama klub is várja őket. Nyugodt környezet, csendes környezetek ezek a mentorházak, külön el lehet vonulni, kisebb szobákat is tartalmaz, de nagyobb tereket is, ahol egyszerre több család, több gyermekével együtt is tudnak játszani. Ide mindenfajta, már amúgy is általánosan elterjedt dolgokat, mint baba-mama klubot szerveznek, de akár terveznek sütés-főzést, közösen a sorstárs anyukák vagy sorstárs családok kisebb programokat, akár továbbképzéseket. Ezek mellett a mentorházban lehetőség nyílik pszichológussal és gyermekgyógyásszal is beszélgetni, illetve a szociális támogatásokra is felvilágosítást kaphatnak a szülők. Nagyon sok olyan élethelyzet van, amikor nem csak a baba ellátásával kapcsolatban, hanem az anya lelki állapotával, az apának a családba való részvételével is nagyon sok kérdés felmerül. Nagyon nagy szükség van tájékoztatásra is és ismeretközlésre is azzal kapcsolatban, hogy ki mire jogosult, ki mihez juthat hozzá, milyen speciális ellátási formákhoz és milyen szociális juttatásokhoz, mert azt gondolnánk, hogy ez természetes, de sajnos nagyon sokan ennek ellenére sem tudják ezt, hogy járnának neki ellátási formák. A mentorprogram a tervek szerint 3 évig zajlik majd, és együttműködik benne a régió valamennyi koraszülött intenzív osztálya, valamint a római katolikus, a görög katolikus, illetve a református egyház is.